Tisztelt polgármester úr, tisztelt óbudai polgárok! Nehéz szívvel állok most itt az óbudai főtéren, hiszen a elmúlt években egy különleges kegyelem volt, hogy advent eseményekor mindig sokan összegyűltünk ezen a téren, sokan vártuk az első, második, harmadik vagy éppen az utolsó gyertyának a meggyújtását. Együtt énekeltük az Advent Óbudán című dalt, Grillus Dániel és Laszfi Jánosnak a szerzeményét, és most, amikor körül pillantok ezen a téren, néhányan vagyunk csak. Igen, ez az év megvisel bennünket, hiszen társas találkozóinkat, összejöveteleinket korlátozni kell a járvány terjedése miatt. Kevesen vagyunk most, de gondolom és úgy érzem, hogy lélekben nagyon sokan, hiszen most, amikor az első gyertyát gyújtjuk meg Óbuda főterén, akkor mégis az a közösségi érzés járja át valamennyiünk lelkét, ami ilyenkor minden emberen óhatatlanul keresztül fut. Keresztül fut a sok munka, a sok törődés, a családi problémákkal való szembenézés, és keresztül fut nyilván az a békés várakozás, ami adventet általában jellemzi. Természetesen tudom, hogy ilyenkor is sokan vannak a munkahelyeken, és ezúton is szeretném megköszönni azoknak az egészségügyben dolgozóknak, tömegközlekedésben, vagy éppen a hivatalos szerveknél dolgozóknak a munkáját, akik most advent időszakában is ott vannak a helyükön, és végzik a munkájukat. De advent mégis az a békés várakozás, ami mindannyiunknak nyugalmat kell, hogy hozzon a szívébe. Advent az az ünnep, amikor megfoghatjuk egymás kezét, amikor összejöttünk a szűkebb vagy tágabb családunkkal, és békés, nyugodt körülmények között várhatjuk a karácsony eljövetelét. Kívánom minden óbudainak, hogy ez az adventi ünnep is hozza meg ezt a békességet, ezt a nyugalmat. Legyen az a biztonság körülöttünk, ami ahhoz kell, hogy ezt az időszakot átvészeljük, és nagyon bízom abban, hogy mindenkinek békés és boldog karácsonya lesz. Ezt kívánom valamennyiüknek.